Hát mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Hát én úgy gondoltam, a világ egyik legnagyobb multinacionális cégéről fogok beszélni, a Római Katolikus Egyházról. 2000 évvel ezelőtt alapította egy nagyszerű menedzser, és hogy kezdte a munkát? Érdemes megnézzük Jézusnak a missziót, hogy indította el, mivel kezdte. Ugye azt mondjuk, hogy a nyilvános működését Jézus akkor kezdte, amikor keresztelő János szépen megkeresztelte őt, feljött a vízből, bingo, a nulladik óra. És mivel indított? Írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, a világ megváltásának infrastruktúrális fejlesztése érdekében. Nem hiszik el nekem, na jó. Hát akkor csinált egy nagy szószékot, felállt, elkezdett prédikálni, és elmondta a tutit mindenkinek. Nem is ezt csinálta, hanem mit csinált? Ott volt két fiatal ember, András és János, és azt mondta, gyertek, nézzétek meg, hol lakok. Közösséget épített együtt, közösen. És azt írja a Szentírás, ez a két fiatal ember vele is tartott. Aznap nála is aludtak. Hát én vettem a fáradtságot, beírtam a Google-be, az mindent tud, hogy Jordán folyó ott, ahol megkeresztelték, és Názáret, 52 kilométer. Hát már mindjárt érte, hogy mi aludtak ott nála, nem? De úgy szeretem magam elé képzelni, hogy mennek útközben, beszélgetnek. Jézus 30 éves, két srác, biztos sokkal fiatalabb, Jánosról azt mondják, hogy nagyon fiatal, 16-15 éves srác, András talán kicsivel idősebb, közben-közben megállnak egy-egy pohár bort, ezt megisznak, nem? Megérkeznek, és akkor, hát Jézus távolról kúrjant, édesanyám, megjöttünk, hoztam két titánt, velük váltom meg a világot. Mária, na puszi, puszi, na fiúk, na hát, mama, olyan éhesek vagyunk, mint a farkas, valami tojás rántott, a nyami-nyami van, és az Jézus, azt mondja, Mária bemegy a konyhába, sertepel a tányérok között az edényekkel, Jézus közben hoz egy kancsó bort, na fiúk, gyertek, Isten, Isten, nem tudom. Hát tudjátok, a mennyei atya az, hogy küldött, hogy váltsuk meg ezt a világot. Na, nem nagy ügy, nem kell megijedni. Egyszerűen elmegyünk, és mindenkinek elmondjuk, hogy jobb békében, szeretetbe élni, mint civakodni, pereskedni, háborúzni. Na, egy szóval megtanítsuk az embereknek a szeretet parancsát. Tuti, jöztök? Igen, nagyszerű, buli. Mama, kész a tojás rántottam. Én gondolom, hogy valami ilyesmi lehetett, nem? És András, János, s a többiek odaállnak Jézus mellé. Jó cél van. Tényleg, tegyük jobbé ezt a világot. Mindenkinek jobb lesz. És elindul, hát ez a nagy vállalkozás, hogy a világot megváltsák. És én azt gondolom, hogy mindenkinek valahogy ez kellene legyen a legfontosabb célja, hogy partnereket, munkatársakat, kollégákat. Tehát humán erőforrás, nem? Mert valahol még pénzt is lehet kapni. Felszerelés, gépeket, megrendelés, minden van. De igazából az a menő, akinek jó munkatársai vannak, nem? Jó a csapat. Akkor ez megy. És azt gondolom, nagyon sokszor, mintha ebbe ruháznánk be a legkevesebbet. Talán adunk fizetést. Hát ha megnézzük, hogy Jézus azért rengeteg fizetést nem adott. Meg hogy mondjam, tehát nem ezzel motiválta őket. És mégis ezek az emberek ott maradtak mellette. Igen. Hát hogy lehet közösséget építeni? Hát én azt gondolom, hogy ugye Jézus nagyon őszinte, mindenhova magával viszi a tanítványokat, megossza az életét, kvázi, velük, bízik bennük. Azt mondja, ha hisztek bennem, ti nagyobb csodákat tesztek, mint én. Ugye sokáig nem tudtam megérteni azt, hogy mit lehet azon ünnepelni, hogy Jézus a mennybe ment. Hogy 3 év után, nagy csütörtök, nagy péntek, na feltámadás, minden. Na, menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, aranyat, ezüstöt nem adok, ne is vigyetek magatokkal, úgy sincs, nem tudom miféle. Igazoljátok, bátorítsátok, gyógyítsátok az embereket, stb. Elmondja a szép hattyú szövegét, és utána puszi, bye-bye, itt hagyott.
Én nem tudtam ezt megünnepelni, mert úgy éreztem, hogy Jézus cserbe hagyta az emberiséget, és nagyon sokszor én is úgy érzem, hogy van egy nagy feladat, és olyan könnyű lenne Jézusnak segítsen, és akkor miért nem segít, nem? Hát most ezt az ukrán ügyet is olyan jól meg tudná oldani. Miért nem segít? Vagy sokszor a te életedben is biztos érzed a határaidat, a korlátaidat, és valahogy úgy elvárnád, hogy valaki kivegye a feladatot a kezedből, és megoldja. Aztán idő kellett, hogy belássam azt, hogy a Jóisten nem egy mama hotelt akar, hanem azt szeretné, hogy felnőjünk a feladatainkhoz. Igaz? Tehát én, hogyha a gyereket úgy szeretem, hogy leírom helyette a házi feladatot, és mondom, kicsi szívem, te menjél labdázni nyugodtan, mert babácsi elintézi hónap a felelést, azzal nem szeretem a gyereket. Adok egy puszit a homlokára, még hozok egy kis süteményt is neki, gondolkozzál szépen, azt a negyedikes gyerekeknek nem hiába adta fel a tanítónéni, ha megoldod, több leszel, erősebb leszel. Tehát a feladatot nem kiveszem a kezéből, hanem lelkesítem, bátorítom, oldja meg. Ha megnézzük, ugye 12 éves Jézus elveszett, megtörtént. Biztos a Mária meg a József, hát jó szülők voltak, de gondolom, hogy Jézus máskor is szokott így bandázni. A gyerekekkel jól el volt. Előszalad a kis Jézus, utána a többiek, ipi apacs kis Jézus, ki vagy ütve, nem? Szeretem, hogy játékos, pajkos Isten, nem? Olyan gyönyörű ez. És Mária gondolom azt hitte, hogy hát ott van a most is a többi gyerekkel, ott a csoport elején valahol rohangálnak, minden, majd elé kerül, mikor meg kell fürdetni este, és nem került elé. József, hol van a kis Jézus? Hol van a kis? Nem látták? Nem látták. Ott maradt, Istenem. Hát ez elég gáz, nem? Hát hogy mondjam, és mit csinál a Szent Család? Visszamegy. Ezt a történetet először életemben akkor hallottam, hittanórán voltam, és a babácsi mesélte, jó barokkos stílusban, és egyúttal elmesélte, hogy nézett ki a Jeruzsálem, meg milyen volt egy rabszolgapiac, meg mit tudom én, egy tevehajcsár központ, meg hasonló. Én éreztem, kellett volna menni focizni, hogy most milyen egyszerű lenne a mennyei, hogyha szólt volna Máriának, hogy bent a segressébe, a függöny mögött, na psz. És Mária ment volna, és na kis huncut, puszi, puszi, meg van oldva a probléma. Mehettem volna focizni. De nem, hát a papbácsi részletesen elmondta, hogy első nap hol kereste, második nap hol kereste, harmadik nap hol kereste. Hogy tényleg úgy belegondolunk, hogy szegény szűzanyottal valahol egy sikátorba éjjel rágja le a körmét. József, hol keressük még ezt a gyereket? Ha hogy állok a mennyei atya elé, hogy hús elveszett, nem? Nincs egy másik is Jézus. Képzeljük, azért gondoljuk bele magunkat, nem? Döbbenetes. És olyan szép, mert ugye végül megtalálják. És nem eli a nadrág szíjat, hogy az apád laskája, és hol voltál, és nem tudom miféle, hanem végtelen türelemmel Mária azt mondja, nézd, atyád és én aggódva kerestünk 3 napja. Miért tetted ezt velünk? És kis Jézus válaszol. Hát nem tudtátok, hogy atyám dolgaiba kell legyek? Párbeszéd folyik. Mária nem érti, de megfogja a gyermeke kezét, hazaviszi, és növekedik kedvességbe és bölcsességbe. Megoldották a problémát. Nem egymásba keresték a hibát, hogy most József a hibás, vagy Mária, vagy egyáltalán ki a hibás. Nem is, hát hogy mondjam, hátradőltek, hogy majd Heródes gyermekvédelmi szakszolgálata megkeresi a kis Jézust. Hát azért Heródeséknek voltak elképzelései a kis Jézussal, meg abban az időben egy 12 éves gyereket a rabszolgapiacon, mint a cukrot úgy eladták. Tehát hogy mondjam, nem is kárpátlódik, vádolja, mennyi atyát, na ki írt ezt a forgatókönyvet egyáltalán, hogy ez egy világ megváltó, meg se született, menekültünk Egyiptomban, meg minden, most meg el is veszett, hát borzasztó. Nem. Ez egy feladat, meg kell keresni a kis Jézust. És azt gondolom, a szűzanya, a Szent József 10-esre elvégezte a feladatot. Tehát igen, az élet feladatokkal jár. Mindenkinek van feladata. A gyereknek kisebb, egyszerűbb, egy szorzótábla, ez az. Nekünk felnőtteknek kicsit macerásabb feladatok vannak. De az a jó, hogyha én ezt úgy tudok erre a feladatra ránézni,
Mind a gyerek a házi feladatra. Hát Isten szeret engem. Olyan feladat elé nem fog állítani, ami ne lenne, amit ne lehetne megoldani, nem? Bízzak benne. Oldjam meg. Persze imádkozhatok. Ugye nagy csütörtök éjszaka Jézus ott van az olajfák hegyén. Mennyi atyával beszél. És biztos, hogy végtelen szomorú, Jézus maga mondja, hogy ha lehet, múljon el ez a kehely. És mennyi, hogyha nem mondja azt, na fiam, pakolsz, menjünk haza, majd a világot, amikor megérik arra, akkor valaki megváltsa, hanem gondolom megerősíti Jézust. De másnap nagypéntekre virad a világ. És Jézus veszi a vállára a keresztet, és felmegy a Golgotára, hogy váltson meg bennünket. Igen. Hát a feladat az sokszor nagyon nehéz. De én azt gondolom, hogy te úgy érezted, hogy ezt a vállalkozást, azt a céget be kell indítsad. Imádkoztál, gondolom, megbeszélted barátaiddal, és meghoztad a döntésedet. Feladat. Meg kell oldani. A társakkal, a munkatársakkal a viszonyt, hogy együtt, csapatba tudjunk dolgozni, szintén feladat. Én azt gondolom, ez egy olyan, mint egy kísérlet, mint egy lelki gyakorlat. Tehát, hogy nóteszedbe írd fel, ahhoz, hogy sikeres legyen a munka, mit kell csináljak? Hol van az én elveszett kis Jézusom, amit meg kell keressek? Hol van az a társam, akit talán meg kell szólítsak? Kint beszélgettünk, és szóba jött, ugye, hogy egy szántóvető ember azt tudja, hogy a föld nem terem, akkor mit kell csináljon? Veszi a vasvillás, megdöfődi, meg kiabál, meg kárinkodik, attól nem fog jobban teremni a föld. Hanem megganyézza, nem? Verejtékes munkát, értéket ás abba a földbe. És akkor a föld azt meghálálja. Egy előadást tartottam, és hát a végén odajött egy férfi a feleségével, karon fogva, és azt mondja, atya, te olyan szépeket mondasz a házas életről, de lennél az én feleségemnek a férje egy hónapra, na nem akarlak kínoszni, de hétre. Olyan kíváncsi lennék, miket mondasz akkor. Mondom, te, én úgy látom, a feleséged nincs karbantartva. Mi az, hogy nincs karbantartva? Mondom, ne haragudj, én cölibátusban élek, de úgy gondolom, hogyha egy csokóvirággal mennél hoza, nem? Megdicsérnéd a főztjét, hogy te még ilyen finomat nem ettél, nyami-nyami, meg milyen jól áll a ruhája, meg délután kicsit karbantartanád. Én azt gondolom, biztos finomabb lenne a vacsora. A felesége úgy bólogatott, hogy szinte kiakadt a nyaka. Igen. Én azt gondolom, valami ilyen módon kellene, köszönöm szépen, karbantartani a kollégákat, a gyerekeket, hát a feladatokat. Valahogy ezt mi elfelejtettük, a teológián tanították, hogy a bók az nem hazugság. Tehát, hogyha valaki bókol, és azt mondja, hogy ő még ilyen finomat nem evett, lehet, hogy nem igaz, de jól esik annak a szakácsnőnek, nem? De ugyanígy egy csomó minden, és a férfiaknak is. Tehát a hölgyek azt általában elvárják, hogy nekik bókoljanak, de hogy mondjam, múltkor Szent József ünnepe volt, és hát mondtam, hogy férfiaknak prédikáltam, és mondtam, persze asszonyok is ott voltak, hogy képzeljük el, hogy a férj hazajön a munkából. És a felesége azt mondja, jaj szívem, ezt hogy csinálod? Hát mit? Az egész nap itthon voltam, kongott ez a ház, olyan üres volt. Most bejössz, és vibrál az élet minden, padlástól pincéig, tele van lendülettel. De gyere, adjak egy nagy puszit, nem? Melyik férfinak ne esne ez jól, igaz? Vagy képzeljék el, hazajön a munkából a férj, és azt mondja, na mutasd a kezedet. Hát miért? Mutasd a kezedet. Hát mind az öt ujjad megvan, nem tudom. Azt mondja, nem tudom, nekem is öt ujjam van. Azt mondja, egész délelőtt javítottam azt a hülye vasalót, olyan tűzi játék lett, leégett a függöny. Te ráteszed a kezedet, pikpak, és már működik. Na mind a két mancsodra kapsz egy puszit. Na,
Na, mondtam, vagy 3-4 ilyen történet, és akkor mondtam, na most emelje fel az a férfi a kezét, aki az elmúlt hónapban, na legyünk nagyvonal, ez elmúlt fél évben, valami hasonlót hallott. Elő volt, egy bácsi felemelte a kezét, aztán ránézett a feleségére. Semmibe nem kerül, nem? A dicséret, az elismerés. De egyszer jött egy férfi, egy nagyon gazdag, tehetős ember volt, hogy akar velem beszélgetni, és beszélgettünk, és minden. Hát nekem mindig kell utazzak, és beültem mellé az autóba, nagyon jó autója volt, és ő vezetett, és beszélgettünk. És persze, amikor megérkeztünk egy-egy házhoz, hát olyankor szaladnak a gyerekek, és puszis, én feldobom őket, meg mit tudom. Hát kicsit az ember fontos, hogy kimutassa a szeretetét a gyerekek felé. Majd erről is elmondok egy történetet. És az a gazdag ember nézte, vagy 4 napig így mentünk, voltunk, vagy 4-5 otthonban, és amikor elváltunk, megölelt, és elkezdett sírni. Azt mondja, most már tudom, mi a bajom. Mondom, mi? Azt mondja, engem édesapám egyszer nem ültetett a nyakában. Hogy mondjam, a legjobb iskolát végeztette el az apja vele, de állandóan nem volt elég jó az, amit ő csinált. Többet. De ez az önfelett játékos, jókedv, derű. Ugye az elején mondtam, hogy Jézus Krisztus hogy jön közénk, mint gyermek, nem? Tehát, hogy van ideje, akkor is azért adták, vették egymást a piacon, meg háború is volt, meg minden, és évekig a nagy Istennek van ideje, türelme Názáret poros utcáin kergetőzni, meg bujocskázni, nem? Tehát, ha belegondolunk, ez szinte olyan vérlázító. Nem segélycsomagokat oszt semmit, hanem egyszerűen köztünk van. Játszik. Szeretem magam elé képzelni, hogy nagy Isten, ugye, hogy este vacsora van, ragyognak a csillagok, előttük egy egyszerű faasztal, középen pislákol egy mécsbél, megfogják egymás kezét, megköszönik a mindenhatónak a mindennapi betevő falatot. Milyen egyszerű, nincs ottan televízió, nincs ott semmi. Aztán kimennek a kispadra, Názáret kisház elé, ragyog fölöttük a csillagok. Talán József elkezd egy szép ószövetségi zsoltárt. Jézus odabújik fázmosan Máriához. Olyan egyszerű. És lelkünk mélyén valahogy ezekre az egyszerű dolgokra vágyunk, nem? Hogy tudjak odabújni én is valakihez. Hogy fogja meg valaki a kezemet. Hogy legyek én számára a legfontosabb. Lelkünk mélyén erre vágyunk. És én valahogy azt gondolom, ezt kellene a munkahelyen is, ezt a légkört valahogy meg... Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne legyen fizetésemelés, meg ilyesmi. Tehát igen, munkás megérdemli a maga bérét. De én azt gondolom, hogy Jézus nem tudott volna akkora fizetést adni Péternek, meg a többieknek, hogy meghalljanak érte, mint vértanúk. Nem igaz? Tehát emberként kezeli őket. Elfogadja. És persze, hát vannak nehézségek is. Biztos minden cégben vannak nehézségek. Hát a Szent Ferenc Alapítvány, 30 éve indultunk, van vagy 6000 gyereket fogadtunk be az idő alatt. Közel 1000 munkatársam volt, vagy most is van, vagy 180. Tehát, hogy mondjam, óhatatlan, hogy ne történjenek olyan dolgok. Hát mostanában ugye történt olyan dolog, amire nem vagyok egyáltalán büszke. Egyik lányunk elé állt, szerintem, na, hogy mennyire igaz vagy nem igaz, én most nem akarok itt ítélkezni, de tény az, hogy belekeveredtem én is ebbe az egész dologba. És kérdezték, hogy és akkor most mi van? Hát mondom, vettem egy borjút, és ízlalom. Nem értették. Hát mondom, benne van a Szentírás, ugye? Hát egy édesapa nem haragulhat az ő gyermekére, nem? Bármit is mond, vagy tesz. Hát attól még az én leányom, fiam, gyermekem, igaz? Hát remélem, hogy az a borjú nem végelgyengülésben fog megdögleni. Hanem eljönnek ők, és megöleljük, és én remélem az újságírókat is meghívjuk, és csinálunk egy finom borjú pörköltet belőle, nem?
hiszek a kiengesztelődésbe, az újrakezdésbe, a talpraállásba, a megbocsájtásba, abba, hogy hát igen, gondok, nehézségek vannak. Nagy csütörtök, nagy péntek után a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy mondjam, nem kirúgja az apostolait. Tehát nem is, mit tudom, még bocsánat kérésre vár el, nem? Hanem mit csinál? Azt mondja Mária Magdolnának, szólja többieknek, találkozunk a Galileai tengerpartján. És valóban, Jézus ott van. Átdöfött kézzel, átdöfött szívvel, tüzet rak, halat süt, kenyeret, és amikor ezek kikötnek reggel egész éjjel, hiába haláztak, azt mondja, gyertek, melegedjetek meg. Nyami, nyami, jó reggelt, jó étvágyat. Péter, szeretsz-e te engem? Milyen gyönyörű, nem? Tehát én azt gondolom, hogy a családban is, férj, feleség között biztos történnek olyan dolgok, amik nem kellett volna megtörténjenek. Tudok-e megbocsájtani, kiengesztelődni, újrakezdeni, talpra állni? Akár a cégen belül is. Biztos, hogy voltak és lesznek még, hogy mondjam, rossz döntések. Képzeljük el, hogy Messi 10 lefutásból nem tud 10 gólt lőni, nem? Azt mondják, hogy ha 10-ből 2-t berúg, az már nagyon jó eredmény. Ő is rúg kapufát, meg mindent, pedig ő azért, hogy mondjam, kevés olyan jó játékos van, mint ő. Tehát ne várjuk el magunktól, meg a munkatársainktól, a kollégáinktól, hogy hibátlanak legyenek. Ugye én úgy megyek ide valahova, hogy mindig a meghívásokat, van egy kedves kolléganőm, átküldöm neki, majd elküldöm a Dórához tanfolyamra, tanulmányi útra, és hát ezelőtt vagy egy pár évvel be volt írva, hogy én el kell menjek Ózdra, tartsak egy előadást. Na de én mindig rohanok, hát meg ott van a papíron, el is mentem, meg a templomhoz, és nincs senki. Hát kiderült, hogy rosszul írtam, mert héttel később lesz az előadás, és persze olyan lökött voltam, még a plébánossal szembe is futottam, és mondta, erre jártam, gondoltam, megnézem, hol lesz az előadás. Persze, ő is látta itten, na, hogy is hívja. Hát olyan dühös voltam magamban, hogy a csuda egye meg, de azért vettem egy csokó virágot, és elmentem, és a kolléganőnek odaadtam, adtam egy puszit, mondom, írd be jövő hétre. Na hát, hogy mondjam, ezzel a kolléganővel 28 éve együtt dolgozunk, tehát nekem hittanosom volt, amikor Dévára kerültem, meg minden. Tehát, hogy mondjam, elküldött, nem melegebb éghajlatra, hanem tanulmányútra, hogy nézzem meg, hogy hol is kell nekem, majd 2 hét múlva prédikáljak, de hogy mondjam, tudok-e megbocsájtani, bocsánatot kérni, újra kezdeni? Ugye az a baj, hogy én magamot mindig a szándékaim alapján ítélem meg. Ez volt a szándékom, de nem jött össze. Ez könnyű megmagyarázni. Másikat a tettei alapján ítélem meg. Most azt is elmondhatom, hogy megálltunk egy helyen, Skoda, hogy mondjam, egy okos autó, intelligens, és én benne maradtam. És a kolléganőm elvitte a kocsi kulcsát. Persze erre az autó bezárt, és érezte, hogy valami van benne, elkezdett szirénázni, meg minden. Én nem tudtam kinyitani az autót. Persze ott a megállóban mindenki nézett, hogy Csaba testvér ottan idétlenkedik. A kolléganőm jó nyugodtan elvégezte a dolgát, meg mindent. Nagyon kínosan éreztem magamat. Igen. Nem. Persze most tudnék egy rengeteg olyan történetet mondani, amikor én voltam, követtem el kisebb, nagyobb baklövést, vagy figyelmetlenséget, vagy hibát, igen. Irgalom nélkül nem fog működni, egyetlen cég sem. Tehát, hogyha valamilyen szinten nem tudjuk, persze, hogy meg kell beszélni. Mária nem sepri a szőnyeg alá, hogy kis Jézus elveszett, na gyorsan, menjünk haza, hanem nézd, atyád és én aggódva kerestünk. Miért tetted ezt velünk, igaz? Megbeszélik, de nem harapják le egymás fejét, nem? Most képzeljük el, nagy csütörtök, nagy péntek után
Ott a Galilei tenger partján Jézus elévet volna a hátam mögül egy kakast. Péter, fiam, ez milyen madár? Hányszor kukorékol egy éjszaka? Na gyere, beszéljünk meg egyáltalán, ismerjük-e egymást, vagy nem? Mi a fészkes fené etted 3 évig a kenyeremet, ha te nem is ismersz engemet, nem? És a Jézus igaza is lett volna ezzel, nincs semmi baj. Szegény Péter mit csinálhatott volna? Mester, bocs, hogy megszülettem, többet nem fog elé fordulni. Itt se voltam. És Jézus ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával. Egyedül, nem? Tehát milyen gyönyörű az, hogy Jézus azt mondja, Péter, te azért most őszintén szeretsz engem? Mester, te mindent tudsz, azt is tudod, szeretlek tégedet. Na gyere, legeltesd juhaimat. Milyen jó lenne ezeket, meg tudnánk tanulni Krisztustól, nem? Mert ezek olyan történetek, amik a ti cégetekbe is újból és újból elé jön. Igaz? Tehát ez egy modell, ami működik. Ami tényleg 2000 éves fennállását biztosította az egyháznak. És én azt gondolom, hogy lelkünk mélyén tudjuk, hogyha ezt így meg tudnánk tanulni a Krisztustól, akkor biztos, hogy sokkal sikeresebbek lennének a vállalkozásaink, eredményesebbek lennének az elképzeléseink, és sokkal több örömünk lenne a mindennapokban. Persze én úgy gondolom, hogy mindezt nagyon fontos lenne, hogy fűszerezzük jókedvel, derűvel. Én azt látom, hogy a 21. század olyan elprózaiasodott, nem? Olyan kiveszett a költészet a világunkból, a jókedv, a derű. Tehát most, hogy mondjam, régen minden újságban volt egy kis vers, nem? És nem csak anyák napjára, hanem úgy mindenre volt valami kis költészet. Iskolában is tudom, hogy rengeteg verset tanult a kívülről is, nem? Minden ünnepre verset mondtunk. Ma, hogy őszinte legyek, ott megnézheted, hogy de most nem akarom mondani, melyik hírpoltárokat, de akármelyiket. Hát lehet, hogy valahol van elásva valami vers, költészet, de a főoldalakon az biztos, hogy nem lesz. Régen volt egy kis humor. Igaz? Tehát ott a karikatúrák, meg ilyenek, egy-egy vicc, és az ember jókot kacagott. Politikai viccek is voltak. Tudják, Erdélyben miért nincs politikai vicc? 89-ben lelőtték a poént. Na, tehát hogy ugye régi kommunista vicc, hogy Székely bácsi hallott, és hogy kikívánkozik belőle az emberből a vicc, oda megy a komájás, azt mondja, komám, hallottam egy jó politikai viccet, nem hallgatod? Jaj, hülye vagy, be akarsz záratni? Hát megy körbe, oda megy a rendőr, és azt mondja, biztos úr, hallottam egy jó politikai viccet? Azt mondja, maga meg, elment az esze, nem lássa, hogy rendőr vagyok? Azt mondja, nem baj, addig mondom, míg megértim. Tehát jókedv, derű. Tehát én legalábbis úgy gondolom, hogy az órát is, amikor kezdem a gyerekekkel, bármilyen nagy tragédia történt, ha én meg tudom őket kacagtatni, akkor hogy mondjam, eredményesebb lesz az az óra, az a téma, amit meg kell tanuljunk. Tehát, hogyha görcsös, feszült valaki, hogyha ideges, akkor nem fog ő szorzótáblát tanulni nekem. De ugyanígy gondolom a cégem belül is, hogy jaj Isten, itt a világ vége. Hát hogy lenne itt a világ vége? Hát a mi atyánkban nem azért imádkozunk, hogy mennyi atyám, mik aztán, hogy összedől ez a világ, ne fájjon nagyon. Hát azért imádkozunk Jézus szavaival, hogy jöjjön el a te országod. Tehát én nem arra gyúrok, hogy itt a világ vége. Persze, amikor ki kell fizetni a villanyszámlát, meg ilyesmi, úgy gondolja az ember, jó jönne egy kis világ vége, de nem, sajnos rossz hír ez, csak ki kell fizetni a számlákat, meg az adót, meg a többit, mert nem lesz világvége. És nyugodtan vehetnek önök tartós tejet, mert igen, jó világot teremtett ez az Isten, fog ez működni sokáig. Tehát, hogy ne higgyük el azt, hogy tehát olyan rossz, mindig van megoldás, biztos, hogy van megoldás. Isten nem azt akarja, az ő gyermeke elpusztuljon, hanem egy
egymás kell, hogy lelkesítsük. Örömöt, fényt. Ugye mi erdélyi magyarok azért tudjuk, hogy 89 előtt, hát tudják milyen viccek jártak akkoriban. Hát azt mondták, hogy ugye lefagyasztottak egy amerikait, egy oroszt, szovjetet, és egy román állampolgárt. Na 150 év múlva kiolvasztották, és akkor mit olvasott az amerikai? Hát a New Yorki vörös lobogó 4,5 év alatt teljesítette az 5 éves tervet. Na. Hát a szegény szovjet mit olvasott, hogy a kínai-lengyel határon fegyveres összetűzések voltak. És a román mit olvasott, hogy a 150 éves Nikolaj Ceausescu elvtársat újra választották tisztségébe. Ilyen viccek kerültek akkoriban, de mindenki úgy gondolta, hogy hát ez a világ nem fog megváltozni. És akkor egyszer csak úgy egy pattintásra, 89-ben, hát én akkor felnőtt ember voltam. Tehát én biztos, hogy Tőkés úrnak, mindenkinek megvan a maga szerepe, de egyszerűen az Isten úgy látta, hogy megváltozzon a világ. Az Ószövetségben valószínű ismerő Dávid király. Ugye Dávidot Sámuel próféta felkeni királynak, de a probléma az, hogy van egy másik király is, aki hát bizony ezt elég rossz néven veszi, és üldözi is Dávidot. És hát ugye Dávid bujkál, van a Jordán folyó partján, ott hosszan van egy nagy sivatagos rész, kiárt ott a holtenger felé, akkor azt tudja, és egy ilyen barlangba elbújik. Na és a királynak, hogy nem, hát ugye is elindul oda, ahol a király is gyalog jár. A Szentírás nagyon jó pofa, mert úgy írja, hogy bement a király, hogy betakarja a lábát. Hát na, letaszított a gatyáját, de ilyen diszkréten ír, de... Na és képzeljük el, hogy ott a barlangban, sötét, akkoriban nem voltak ezek úgy kivilágítva, nem tudom, ott van Dávid a katonáival. És Dávid katonája azt mondja, akarod, hogy a kutyát a láncsával a főt összegeljem? Hát eléggé kiszolgáltatott állapotban van ez a jó ember. És azt mondja Dávid, nem, ő király marad, míg az ideje be nem telik. És ugye tudjuk jó, hogy azért idő az telik, és betelt a királynak, és Dávid lesz ugye az uralkodó. Tehát igazából valahogy azt mondom, 89-ben is egyszerűen letelt az idő. Megváltozott minden. És ugyanígy gondolom, nekünk ki kell tartsunk a szeretetbe, a jóságba, a vállalkozásainkba, a munkánkba, a családunk mellett, a gyermekeket, nem kell pánikoljunk, nem kell ijedgessünk. Jó Isten látja az égbe, hogy mi minden történik, és előbb-utóbb kitelik mindennek az ideje. És én hiszem azt, hogy igen, megint egyet normalizálódni fog a világ, és hogyha tőlem kérdezik, én azt gondolom, hogy 20 év múlva nem valami kiégett atomhulladékba fogunk kapirgálni, hanem jobb és szebb és tisztább lesz ez a világ. Tehát én úgy gondolom, hogy a jó Isten, hát most ugye tudósok szerint 13 milliárd éve futtatja ez a Föld a világ nevű projektjét, nem? Eddig valahogy boldogult. Néhány dinoszaurusz ez az meghalt, de azért legyünk őszinte, sikeres ez a világteremtésű nevű projekt, igaz? Annak mi is itt vagyunk, igaz? Tehát én gondolom, hogy neki van ötlete, hogy hogyan vigye tovább ezt a világot. Egyszer ugye egy hajó viharban van, és mindenki pánikol, és minden, hogy mindjárt elsüllyedünk, ja, itten meghalunk, és egy gyerek játszik. És az egyik ilyen matróz megkérdezi, te gyerek, hát hogy nem félsz? Hát azért, mert az én apukám a kapitány. Igen, tehát a mi mennyei atyánk a kapitány itten, nem? Bíznunk kell benne, higgyünk benne. Bármilyen nehéz is a helyzet, lehet, hogy most éjszakai repülés van. Nem tudom, Exupérynek olvasták az éjszakai repülés, egy nagyon gyönyörű könyv, érdemes elolvasni. Persze, hogy fényesen süt a nap, meg minden szép az idő, akkor könnyű volt az 1920-as években egy repülőt vezetni. Hát de éjszaka, és még vihar is van. És akkor néhány mutatott a magasságot, ezt azt mutatja előtted, és az alapján meg kell kapni a légikikötőt. Hát az sokkal izgalmasabb. De bíznunk kell benne. Iparkodnunk kell benne. És hát ugye
miért van ez a sok kihívás, nehézség? Én azt gondolom, hogy én, mint pedagógus, úgy gondolom, hogy az én dolgom az, hogy a gyereket kivigyem a léte peremére, és megmutassam, hogy kicsi szívem, te több vagy, mint amit magadból kinézel. Most konkrétan mondjak egy történetet, hogy ezelőtt vagy nem tudom hány éve megjelent Déván a jóléti társadalom, fogyasztói társadalom, egy sárga iskolabusz formájában. És elmondták a kollégáim, hogy az az igazság, hogy többet fognak tudni tanulni a gyerekek iskolába, elvisszük, visszahozzuk, milyen jó, nagyszerű. Hát én próbáltam magyarázni nekem annak idején, mint diáknak, a nap fénypontja pont az az idő volt, amíg az iskolából hazaértünk, mert lehetett focizni, meg egy csomó mindent csinálni, a leánkákat vicsogtatni, meg ilyesmit. És az olyan szép dolognak tűnik nekem így visszanézve, hogy pont azt elvenni a gyerektől, hogy többet tudjon tanulni. Na de hát ugye az egyház az maradi, meg konzervatív, meg nem haladó, meg nem tudom miféle. Leszavaztak, meglett a busz, elkezdett járni, hozni, vinni a gyerekeket. Na és eltelt egy bizonyos idő, vagy két év, és nem jöttek haza a gyerekek. Szeptember volt, hát hol vannak a gyerekek? Hát elromlott az iskolabusz. Hát mondom, 2,5 kilométer. Hát a papbácsi az rengeteg. Hát gondoltam, a szemetek világa. Hát na, mondom, gyerekek, nem akarjátok, hogy a vajdahunyadi várban tartsuk meg a tanévnyitó, tehát a szentmisét? Hát milyen jó lenne, nagyszerű. Én telefonáltam Fűnek, Fának, ugye egy múzeumban azért nehéz misét tartani, de elintéztem. Na és mondom, de gyerekek, azért nagyon ciki lenne, ha busszal mennénk, nem? Hát Hunyadi se úgy ment busszal, hanem gyalog meg lóháta, lovunk nincs, menjünk gyalog, nagyszerű. Megnézték azt, hogy papácsi, 16 kilométer, mondom, gyerekek, gond, egy szál sincs, tudok egy rövidítőt. Persze nem mondtam, hogy az 24 kilométer, de ez valahogy megnyugtatta őket, van rövidítő, nagyszerű. Aztán egy szombat reggel elindultunk zászlókkal, meg mit tudom, énekszóval, a Vajdahunyadi várba, Déva is, na, ott van nem messze. Hát bizony, amikor megérkeztünk, nekem is fájtak alá, úgy ültek a templomban, az angyalok. Nem volt se buk, se kuk, semmi nem volt. És a végén elmondtam, látjátok, gyerekek, ti azt hittétek, hogy az a 2,5 kilométer olyan sok. Most kiderült, hogy 24 se olyan sok, nem? Meg tudtátok csinálni. Másnap már a 2,5 kilométer az iskoláig, az pipeporc volt nekik, nem? És azt gondolom, a Jóisten valahogy így szeretne minket felnevelni, hogy igen, feladatokat ad, nehézségeket biztosít, old meg, csendesedj el, imádkozz el, ülj le a kollégáiddal, nézz szembe a feladatokkal. Talán kezd el te is hízlalni egy borjút, vagy mit tudom én, valamit. De az a lényeg, hogy megold. Én hiszem azt, hogy nem magányos farkasok vagyunk, vagy sodródó falevelek egy semmibe, hát Isten gyermekei vagyunk, és Istennek gondja van ránk. Tehát, hogyha elültetsz a kertedbe egy fát, mit szeretnél? Hogy az gyökeret eresse, hatalmas ágai legyenek, roskadásig gyümölstől, nem? Hát, ha én, mint bűnös ember, figyelek arra a gyümölcsfára, hát a Jóisten elültetett bennünket ide Kárpát-medencébe, hát mit szeretne? Az, hogy emberkatedrálisok legyetek. Hogy tényleg kibontakozzatok. Hogy anyagilag, szellemileg, lelkiekbe óriások legyetek. És én hiszem, hogy hát minden pedagógusnak ez a célja. Olyan büszke tudok lenni egy-egy gyermekemre, amelyik tényleg elindult akárhonnan, és szépen megvalósította álmait, céljait. Hát a Jóisten vajon nem ugyanezt akarja? És én azt hiszem, és meg vagyok győződve, hogy igen, logisztikai kérdés. Hogy megszervez, hogy összerakt, hogy elcsendesedve, szépen továbbvitt. Ha megnézzük a Szentírást, a gonosz lélek az állandóan pánikol. Már a teremtés hajnalán Ádám és Éva, jaj, ez tehát valami bűzlik ebbe a teremtésbe, valamit elrejtett a mennyei atya. Nem tudom miféle. A mi Urunk Jézus Krisztus mindig pozitív. Hát ha nem hitt volna bennünk,
hogy képesek vagyunk megtanulni a szeretet parancsát, karácsony estén eljött volna közénk. Hát döglött lóra kiver patkót, nem? 3 kiló 20 deka, nem is volt szobatiszta. Nem hoz magával, mit tudom, 100 lángpallósú kerubot, vagy mindenféle mennyei bodyguardot. Mit jelent ez? Bízik bennünk, igaz? Hát majd, hogyha nincs mit enni, a Mária majd valahogy megoldja. A Herodesnek elgurul a pirulája, majd József valahogy. Na, talpra esett, ügyes, nagyszerű ember, legyen az ő gondja. Tehát ez arról szól, hogy Isten bízik bennünk. Hát azt mondom, a megtestesülés, Isten szerelmi vallomás az emberiség iránt. Bízik bennünk. De most ugyanezt gondolom, hogy mi magunk is. Bíznunk kell magunkba is, egymásba is, kollégákba is. Ugye, hát mostan nekem 80-valamennyi gyermekvédelmi központom volt, hát most már kevesebb van, van egy pár, amit átadtunk a helyi önkormányzatoknak, minden, mert végül is ez a cél, hogy ezek talpra álljanak, önállóak legyenek. Én azt gondolom, akkor leszek én nyugodt nyugdíjas, hogyha nem lesz munkám, vagy tehát, hogy valaki kiveszi a kezemből. Na, és hát persze, hogy kellett bízni emberekre, hajdani gyerekeinkre, mit tudom, Petrozsént, vagy ugye valakivel itt beszéltünk, Gyergyószár, Szent Miklóson, László Pali nálunk kezdte. Gyerek volt, felnőtt, Torockó, stb. És én, hogy őszinte legyek, nyugodtan állok itt, mert úgy gondolom, hogy ezek az ex-kollégáim, vagy a hajdani gyerekeink végzik a munkájukat. Tehát bizalom. Merjük megszólítani a munkatársainkat. Volt egy idős atya, azt mondta neki, az az étel esik jól, ami ott marad a tányérban. Én úgy szoktam mondani, nekem az a munka esik jól, amit más végezel. Nem? Tehát hogy merjenek delegálni, merjék a feladatokat másra bízni, merjenek munkatársakat gyűjteni maguk köré. Milyen szép, ugye Jézus Krisztus, még az utolsó, ez még belefér? Ugye... Hát a Szentírásban egy helyt írja, hogy Jézus örömében felújjong, és nagyon-nagyon happy. Mikor 72 tanítványt elküldi, azt mondja, menjetek, aranyat, ezüstöt ne vigyetek, gyógyítsatok, vigasztaljatok, bátorítsatok, otthon marad. És hát imádkozik. És aztán kezdenek kettessével, hármassával a munkatársai visszajönni. És beszámolnak azt, hogy milyen nagy dolgot tett általuk az Isten. Jézus egy darabig hallgatja, és azt írja a Szentírás, egyszer örömében felújjunk, és elkezdi magasztalni a mennyei atyát, aki jónak látta kinyilatkoztatni a kicsinyeknek, hát a jó cselekedett örömét. Jónak lenni jó. Most igazából, tehát annyira szép, és igazából azt gondolom, nekem, mint vállalkozónak pont ez a dolgom, hogy amit megtapasztalok, hogy jó dolog alkotni, teremteni, valamit létrehozni, ezt az örömöt osszam meg a kollégáimmal. És akkor, ha ők is ezt megtapasztalják, akkor én is örömömbe felújjonghatok, hogy azt mondom, hogy na, tudtam valamilyen szinten multiplikálni magamat. Hát... Egyszer egy idős papács azt mondta, hogy már járt, ugye a gondolatból kifogjon, de olyan, hogy a szóból, olyan még nem. Csaba testvér azt mondta, hogy belső óra van benne, és mindig tudja, hogy pontosan meddig lehet beszélni, úgyhogy tökéletesen sikerült. Viszont mielőtt lekerekítjük a napot, van-e esetleg kérdés? Még itt fog maradni? Oké. Tiszteletem. Nagyon köszönjük a tartalmas beszédet, és kettő kérdésem volna. Az első az, hogy ilyen szóló kiképességekkel, hogy nem lett politikus. A második pedig az, hogy az életének melyik pontjában döntött el, hogy belép a Ferencesek rendjébe? Egyszer Kelemen Hunor felhívott egy este, és azt mondja, nem akarok európai parlamenti képviselő lenni, vezetni a választásokon a csapatot? Hát mondtam, na, nem akarjátok tönkretenni az RMDS-t? Hát nem, én nem szeretem, én kisebb testvér szeretnék lenni, a legkisebb
gyerekek között is, meg minden. Tehát, hogy én nagyon tisztelem a politikusokat, én azt, amit ott tudtam Brüsszelbe, vagy akár Bukarestbe, ott a hossza hallgatnak, hátod a gyomor kell, meg idegrendszer, ugye minden tiszteletem az övéké, csinálják is, drukkolok is nekik, imádkozok is értük, de nem volt egy ilyen jellegű ambícióim. Na, a második kérdés, hát az, hogy én is láttam 89 előtt, hogy mennyi baj van ebben a világban. Most is látom. És úgy gondolom, hogy három dolgot tehet az ember. A problémák vannak körülötte. Hát az első az, hogy hát homokba dugja a fejét, hogy jól van ez így, sose volt rossz, hát sose volt jó, valahogy lesz, és akkor kicsi sörrel, ezzel, azzal, mit tudom én, hát ugye magunk kis elefánt csontja tornyában megélünk. Nagyon sok ember 89 előtt Ceausescu rendszerben ezt az utat választotta. A másik lehetőség az, hogy az ember összepakol, és akár a zöld határon, de elmegy, keresek valahol egy olyan lakatlan szigetet, vagy akármit, ahol rend van, és tisztaság van, és nyugaton, és ez elhagyni a hazámat. Hát én egyikhez se akartam tartozni. Én úgy gondoltam, hogy hát vegyünk seprűt, lapátot, mit tudom én, takarítsunk, sepregessünk, olyan gyönyörű ez az Erdély, hát azt a hibákat meg javítsuk ki, nem? Tehát, hogyha egyszer kérdezték tőlem, hogy hát miért vagyok optimista? Nem látom, hogy arra a házról leesett 10 cserép. Összesen van ennyi. Hát hány év kell, hogy összedőljön az a ház? Hát mondom, nem fog összedőlni. Hát mi? Hát mondom, felmászom, és visszarakom azt a hülye 10 cserepet, nem? Tehát ne hagyjuk. Ne hagyjuk. Ez az világ a miénk. Mi nőttünk itt fel, nem? Hát ne hagyjuk. Ne engedjük, hogy elvegyék tőlünk. Tehát igen, de fogjunk össze, tegyünk meg mindent, hogy tündérkert legyen ez a világ. Én azt gondolom, hogy elmondok egy, most politikáról kérdeztél, hogy egyszer belecsöppentem én is a politikába, hogy ugye, hát Johanniszt megválasztották. És az RMDS úgy gondolta, hogy megbuktassa a kormányt, vagy nem tudom miféle, és volt egy ellen, tehát ilyen bizalmatlansági indítvány, nem tudom miféle, aztán nem bukott meg a kormány, de berágott. És akkoriban, hát ez egy jó pár évvel ezelőtt volt, egy csomó büntetést osztottak ki Erdélyben. Akkor kezdték, akihoz székelyzászlót kirakta, nagy zsütty, megbüntették. Valami fiatalok himnuszt énekeltek, zsütty, őket is megbüntették. De ezek a fiatalok Sepp-Szentgyörgyre nagyon berágtak, és hát elmentek a prefektúra elé, és énekeltek neki mindenféle himnuszt, szerenádot adtak. Pápai himnusz, meg francia himnusz, meg ilyen himnusz, meg olyan himnusz, székely himnusz, magyar himnusz, tehát mi érték. Olyan jól sikerült az énekpróba, hogy következő nap már félváros ott volt. Este 5 órakor, decemberben volt, ez karácsony előtt. Karácsony előtt 2 nappal telefonál Tamás Sándor, ugye megyetanács elnöke, hogy menjek el, és mondjak valami bíztatót, bátorítót, nyugtassam meg az embereket, mert jön a karácsony, hát na. Na, hát gondoltam, elmegyek, és ott én is kicsit jópöfizok, meg nem tudom miféle, hát aztán majd csak lesz valahogy. Meg is érkeztem. Hát kiderült, hogy ezek a prefektus palota előtt ott vannak, vagy 8-10 ezer ember. Hát a zászlót nem így fogták, hanem így. Hogy mondjam? És a prefektúra előtt is ott állt, nem tudom hány, de jó sok ott a sötétben, ilyen maszkos, mit tudom én, páncélos, kemény legény. Na. És a középen volt egy ilyen vékony kicsi mikrofon, és azt mondják, menjek ki, és mondjak imád. Hát, hogy őszinte legyek, bennem a vér meghűlt. Tehát egy kis egérjuk lett volna, én úgy húztam volna. December, mit tudom, 22-én, vagy ilyesmi. Olyan havas eső esik, olyan sötét van, mit tudom én, miféle. Na, de hál' Istennek még volt vagy 2-3 himnuszok, amit el akartak énekelni az atyafiak. Hát én mondtam, menjél, atyám. Szent fiad azt mondta, hogy ne erős gondolkozunk, majd abban az órában eszetekbe juttató, vagy mit kell mondani. Én mondtam, ez most pont egy olyan óra. Most sugnál én nagyon hálás lennék. És ha hiszik, hanem, mint ugye a lelkem mélyén hallottam, hogy hát egy parancsot adtam, a szeretet parancsát. Olyan marha nehéz ezt megjegyezni.
Na de nem tudtam tovább imádkozni, mert mindjárt ki kellett menni, és elkaptam a mikrofont én is, mögöttem a verőlegények, előttem az atyafiak. Na, mondtam, kedves székely testvéreim, hát az a magyar ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni a vele együtt élő románokat, az nem jó keresztény. És ugyan elmondta azt is, kedves román testvérek, hát ha te nem tudjátok tisztelni, becsülni, párbeszédet folytatni a veletek együtt élő székelyekkel, magyarokkal, románokkal, romákkal, minden, akkor ti nem vagytok jó állampolgárok, mert akkor nem ennek az országnak a javát akarjátok. Mert ha mi egymás torkának esünk, itt kőkövön nem marad. És elkezdtek tapsolni az atyafiak. De azt tetszett, hogy mögöttem kopogtatták a pajzsukat. Úgy lehet, hogy azt mondják, az azt jelenti, hogy tetszik nekik a téma. Na erre felbátorodtam, és mondtam, hogy nézzék, nekem nem a románokkal van bajom, azokkal a ködrökkel az úton, alig tudtam idejönni, a hó nincs eltakarítva, a kórházokban sötétség van, az iskolákban hideg van. Ezek a problémák, a fiatalok 100 000 számra mennek el az országból. Ezek akkora problémák, hogyha összefogunk, ha vál a vál mellett dolgozunk, akkor se biztos, hogy meg tudjuk oldani. De egymás torkának esünk, akkor nincs jövő itten. És megint tapsoltak. És akkor mondtam, hogy nézzék, engem azért hívtak ide, imádkozzak. Azért, hogy székely zászló maradjon ott. Na én azért nem imádkozok, mert úgyis ott lesz. De hogy bent Bukarestben, az országházán ott legyen a székely zászló, na azért imádkozok. Mert ennek az országnak jó az én adófizető pénzem, a verejtékes munkám. Akkor legyen jó nekik az én himnuszom is, és az én nyelvem is, és az én zászlóm is, úgy, ahogy vagyok mindenestől.